Nos hát sziasztok srácok, én Narancső, és itt lennénk ismételten a Forza Horizon 4-ben, és meg fogjuk vásárolni az említett maradék három házat, amúgy 17.500.000 kreditbe kerül, nem 18.500.000 kredit, egy kicsit elszámoltam magamat, de ugye van ez a ház, ez az a DJ, ugye hogyha hallgatod a zenét, akkor ugye beadhatja azt a 10-szeres szorzót, és akkor 5 percig azt hiszem 10-szeres szorzót van. Meg ugye van a gyors utazás bárhova ház, ez ugye 2 millió kredit, meg van ugye a vár, Edinburgh vára, az pedig 15 millió kredit, szóval megint mondhatni nullán leszünk, de hát ez úgyse sokáig fog tartani, ahogy tudom magamból ítélve. Na, és akkor a Lambóval fogunk elmenni, ez a 2012-es Lamborghini Aventador LP700 kötőjel 4 Forza Edition-ös. Szóval igazából ez 4,3 km-re van, szóval zsaljunk is. Az előző videóban is említettem, hogy 4-5000-en megnézitek esetlegesen egy videót, úgymond átlagba, de viszont ilyen 250 like van rajta, hogy ugye egy ilyen 300-400-nak örülnék, hogyha annyi lenne rajta, mert azért akkor látnám. Valószínűleg lusták vagytok, vagy lusták az emberek, hisz van olyan ismerősen nekem is, aki azt mondja, hogy hát tegyük fel, ugye eszik. Miközben nézem a videót, amúgy én is ilyen vagyok. Csak én a videó végén, amikor már visszajöttem és kezdett mostan, mert mit tudom én, befejeztem a kajáot, lásd, akkor nyomok egy lájkot, hisz nekem mondom, ez egy pozitív visszajelzés, hogy azért megnézi 5000 ember, és abból csak 250-nek tetszik, érted? Nem olyan hú de jó az arány. Közben bejöttem, hogy exportol és készliszt, meg Acs Martin barátunk is. Meg majd ezután, hol van? Ja, itt ez a ház. Amúgy ezt nem is tudtam, hogy van egy ház. Még a. Ezt nem tudtam amúgy, de megvesszük. Nézzük amúgy mit ad. Remélem ad víz, szuper vízpint, vagy sima vízpint adhat ez? Habár... három szuper vízpint! Hát ez jó, ez jó. Mert a következő videó most szuper vízpines lesz. Kiderült, hogy tulaja kész, megvárt. Igen. Oké, hát ez 750 ezer kreditben megvásárolj. Kedves hölgy, Érdekes. Nem szeretném beállítani. Köszönöm szépen. Na, akkor most elmegyünk, és... ja, meg még szeretnék közben mutatni valami, gyerekek. Én beszarok, komolyan mondom, 99-es szintű a klub, és 181 tal van bent, és nézzétek, hanyadikak vagyunk, megvan a top 1000! Megvan a top 1000! 960-adikak vagyunk pontosan. Érted? 960-adikak vagyunk. Most a cél a top 500, gyerekek. Ebbe az évbe. Erre az évre a top 3000, most a top 1000, és most már megvan a top 1000 is. Köszönöm szépen, gyerekek, hogy ennyien vagyunk amúgy már a klubba, és nyomjátok a játékot, jól van, mert szünet van, szóval egy fokkal jobb is, de tervezek Forza Horizon 4-es, vagy Forza Horizon 4-es élőadást is, szóval majd mindenféleképpen csekkold ugye a Facebook oldalamat, hisz oda is ki szoktam rakni esetlegesen, ha nem kapsz értesítést, mert van olyan, aki nem is kap egyáltalán értesítést, valaki kap, ezt nem is értem, hogy ez mi alapján van, mert ez a csengős téma is baromság. Például képzeljétek el, én is kapok amúgy a streamjeimről, a saját élő adásaimról értesítést. Érted? Értesítést kapok a saját élő adásomról, hogy Narancs jelenleg élő adásban van, mit tudom, Fortnite-ozik V. Jackson. Érted? És én miért kapok? Ezt se értem, pedig amúgy nincsen több YouTube csatornám, érted? Jó, van egy ugye a rendes nevemben, és akkor utána regisztráltam a Narancsot, de nem vagyok magamra feliratkozva egy akuntommal se, mert az olyan, mintha a saját képedet lájkolnád. És akkor körülbelül ez egy olyan dolog. De aki szeretne még jelentkezni, szeretettel várom, minden nap mondom, elfogadok 10 embert, legalább 15-öt, mert annyi a jelentkezés, nem azért, mert az a limit, nem, amúgy annyit fogadok el. 2000 tag lehet, szóval jöhetnek bőven a játékosok. 2000 ember szerintem soha nem fog betelni, de hát ki tudja. Ez azokon múlik, akik szeretnének jelentkezni esetleg is a klubba. Szóval lesz most már
Forza Horizon, vagy Forza Horizon, nem mindegy, Horizon, az kész. Élőadás is. Remélem várjátok. Versenyezni fogunk ugye kreditet gyűjteni, meg ehhez hasonló dolgok. Mint a múltkori élőadásban, csak akkor még sajnos kijött egy update, vagy nem is tudom, hogy mi volt, és nem lehetett ugye együtt csapatni, meg akkor még nem tudott bejönni 12 ember, meg most volt ott még sok galiba, de most szerintem már azért kezd tökéletes lenni ez az egész konvojos téma, mármint remélem, hogy kezd, mert például most már itt van Hum Martin, Zoli Dob is itt van, szóval egyre többen szoktatok csatlakozni, körülbelül amúgy olyan 10 ember, hát durván 10 ember szokott amúgy itt lenni konvojba. Közben amúgy el is értünk a házhoz, elpofáztam az időt, na mindegy. Vegyük meg akkor ezt a kis putrit. Ez is egy villa amúgy. Az az érdekes, hogy bemenni be lehet, de kijönni nem lehet. 10 szuper pörgetés is. Jézus, jó Istenem. Akkor mennyi van eddig? 13? Ugye? Ja, meg plusz egy, mert valamitől kaptam egy szuper pörgetés, szóval 14 szuper pörgetésünk van amúgy eddig. Nem szeretném, köszönöm szépen. Van még 16.196.000, nem tudom mennyi kredit. 196.669 kreditünk van. Na, akkor menjünk el és vásároljuk meg a legdrágább. Úgymond, hát házat, várat, de leginkább épületet a játék során. Ami 15 millió kreditbe kerül, de szerintem meg fogja érni, hisz szuperpörgetést ad, abból meg lehet csinálni eléggé pacek videót. Szóval ott találkozunk. Na, befordulunk. Ja, hogy itt kell megvenni. Aha, azt adott, ez jól néz ki ez a cucc. Hopp, ott van egy tábla. Akkor azt adott az felszipkázó. Jó. Oké. Hogy kilököd? Na nézzük, bum. Mennyi szuperpörgetést adsz te nekem? 20-at? Azt adnám. 10 darab? Technically, you'd be a patron resident, and you'd still have to allow full access to the public. But hey, you're never going to forget your address again, are you? Alfa Romeo P3-at. 15 millió kredit, boom. Úristen. Ennyi kreditet, hogy 30 millió az összesen az összes ház. Összesen az összes ház. És ez viszont a fullos putri. Megvan az összes ház, gyerekek. Szóval, királyok vagyunk. De nézzük. 12.000 kredit az autógyűjtőt, és léptünk egy szintet, 155-ösök lettünk, nagyon helyes, nagyon helyes. És itt van 9 plusz szuperpörgetés, és meg van sima 5 vízpin, hogy azóta nem játszottam, miután megcsináltam a videót. Viszont ugye van ez a Forza, nyári Forza otthon, és ugye itt van nekem 2260 ilyen Forza pontom, és ebből, hol van? Itt. Ne, ja nem itt, hülye vagyok, bocs. Hol van? Na várjál, ezt meg kell keresni. A kezdőlapnál van? Hol van? Nem látom. Nyári forzaton. Nem itt lehet venni, akkor hol van? De itt nem tudom. Na mindjárt megkeresem. Na igen, megtaláltam most már egy kb. Egy 5 perc után. Elfelejtettem, hogy a... házba kell ezt megtenni, és akkor itt van a Forzatomban, és akkor most lehet venni Forza Horizon Edition-es Lamborghini Reventont, ami olyan 1 millióba el tudod adni, ha ügyes vagy. Tudsz venni Berlinettel, meg egy boszorkányos sapkát, meg egy ort. Viszont ez itt a lényeg. Ez itt a lényeg, gyerekek. Szuper pörget, és jaj, Istenem. Jaj, köszönöm szépen előre is az exeket, aki esetlegesen leírja a kommentbe, de ez itt a lényeg, gyerekek. 150 Forza pontért tudsz venni szuperpörgetést. Szóval ez több mint 10 darab, hogy látjátok körülbelül mennyi ez. Egy 17 darab. Az nem olyan rossz. És hátra a lévő idő, egy nap, két óra. De én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, gyerekek. Aki nem tette volna meg, dobjon egy feliratkozás lassan 39 ezer után 40 ezerhez. Ha tetszett a videó, akkor dobj még egy azért lájkot is, és írd meg vélem egy hozzászólásban. Én Narancs voltam, köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok nektek. Sziasztok, ciao.